Sziasztok! Szigetvári Zoltán informatikus vagyok. Ma szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet Dockerbe Supervisorral együtt telepíteni a Home Assistantot. Ezt a típusú telepítést az egyik kedves csoporttársunk ajánlotta. Nézzük meg, hogy hogyan működik. Az előző videó alapján ott a felső sarokba kitettem a linkjét. Az előző videó alapján föltelepítettem a Dockert, ki is tettem az asztalra. A Docker mappában létrehoztam egy HA nevű almappát, ebbe fogjuk tenni a Home Assistantnak a dolgait. Most egy kis command line-os, tehát parancsoros túrás fog következni, tehát először engedélyezzük, hogy parancsorhoz hozzáférjünk. Ehhez a vezérlőpult, terminál és SNMP, és engedélyezzük az SSH szolgáltatást. SSH esetén az első, hogy a 22-es portról elrakjuk máshova. Hát én most nem voltam nagyon fantáziadús, 22-22-re raktam. Belső hálózaton én ezt korrektnek gondolom, hogyha ki lenne a port engedve, akkor valami cifrábat választanék neki. Vessünk egy pillantást a parancsoros utasításra, amit az internetről túrtam, mint említettem ajánlás alapján. Itt a lényeges sor, ami minket most érdekel, az ez a rész, hogy a Home Assistant QEMU 8664 Home Assistant nevű csomagot fogjuk föltenni. Én most fogtam magam, és megnéztem, hogy mit mond erről a Docker Hub. Itt van a Docker Hubnak a képernyője, ami az előbb említett image-ről ennyit mond. Hát ezt én nem érzem túlzottan előremutatónak, ugyanakkor itt van egy fontos információ, hogy 10 emletöltésnél több volt, tehát reméljük azt, hogy nem nagyon rossz. Úgyhogy álljunk neki a feladatnak. SSH klienssel bejelentkezek a NAS-ra. És már is itt vagyunk a Sizónak a home mappájába. Az előbb említett parancsort bemásolom. Azonban ezt mindenféleképpen rootként kell futtatni, és látjuk, hogy a prompt jelünk most dollár, tehát nem adminisztrátorként vagyunk bent, hiába van a grafikus felület felől adminisztrátori jogunk, ezért azt mondjuk neki, hogy sudo, és bemásoljuk a parancsort. Egy pillanat, csak az előbb ugye ahhoz, hogy megmutassam a promptot, kimásoltam. Kérje a bejelentkezési jelszavamat. És elkezdte letölteni a szükséges image fájlokat. A próba felvételek alapján nem hallatszik be a mikrofonba, de igen jól hallható, hogy a Winchesterek a NAS-ban dolgoznak nagyon keményen. Megint képet váltunk. Visszatérünk a NAS-nak a grafikus felületéhez, és belenézzünk a Dockerbe, hogy mit mutat. Látjuk, hogy nem egy darab konténert és nem egy darab image-et hoz létre, hanem sokat. Ezeket mind el is indítja. Hát egy gyenge Celeron processzornál 6 giga RAM-mal ez azért el fog tartani nekünk egy ideig. De szerintem türelmes emberek vagyunk, úgyhogy kivárjuk. Látható, most egy picit időben előrébb szaladok, hogy utoljára a Home Assistant image-et fogja elindítani.
addig ezek a hívjuk bedolgozó imidzseknek mind el fognak indulni. Így van. Most van kész az alaptelepítés. Láthatjuk, hogy az előbb létrehozott üres HA mappa, az bizony már közel sem üres. Jelentkezzünk be a Home Assistant-ra, 192.168.111.6, 2.8.1.2.3, és látjuk, hogy már indul is a Home Assistant. Itt látható, hogy a türelem rózsát terem. Töltsük ki a formot. Most a hely meghatározás szerintem nagyoljuk el így. A későbbiekben lesz lehetőség ezt pontosan beállítani kényelmesebb felületen. Most sem adunk lehetőséget arra, hogy adatot gyűjtsenek rólunk. És befejezés. És láthatóan megjelent a bővítmények című menüpont a beállítások között. Azonban itt 8 figyelmeztetés, vagy 8 valamit mutat. Nem fogom végigolvasni, aki gondolja, merevítse ki a képet és olvassa el. Azért a Docker helytelenül van konfigurálva egy... Hát, mivel a Docker rakta ki az image-et, mondhatjuk azt, hogy egy gyári image-nél szerintem az érdekes kategória. De ennek a telepítésnek, ha jól sejtem, ez volt a célja, hogy nézzük meg, hogy mi van, hogyha a Docker-be rakjuk be supervisorral. Hát be lehet tenni, és... próbáljunk valami bővítményt telepíteni. Választhattam volna egy jóval kisebb kiegészítőt is, de erre sikerült rákattintanom. És akkor indítsuk is el, hogy elindul-e. Induljon automatikusan és indítás. Látjuk, hogy nem sikerült elindítani. Ezek szerint hiába van bővítményboltunk, nem minden bővítményt tudunk telepíteni belőle. A file editor ellenben simán fölmegy. És még el is lehet indítani. Ezt a pár perces beszélgetést zárhatjuk azzal, hogy föl lehet telepíteni supervisorral a Home Assistantot Dockerbe is, a megoldás azonban messze van a tökéletestől, azonban bizonyos feladatokra nyilvánvalóan alkalmas. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára. Kérdés, hozzászólás esetén szóljatok hozzá a videóhoz. Sziasztok!